Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Pénteken délután megnyitott a kapuit a jászsági gazdasági napok keretében a 11. Jász Expo és Vásár. A Jászsági Menedzser Klub Egyesület ünnepi estjén adták át a Phoenix és a Honoris Maximus díjakat. Egésznapos program keretében ünnepelték a Jászberényi FC 10 éves évfordulóját. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. A 2022-es Jász Expo díszvendége Törökszent Miklós városa volt. Helyi kézművesek, iparművészek termékeit, a rendezvényeik képeit, kiadványait és az ipartörténeti alapítványukat mutatták be a kiállításon. Díszoklevél. A Jászberényi Városi Önkormányzat ezennel kinyilvánítja és tanúsítja, hogy Törökszent Miklós város a Jászság fővárosában, Jászberényben 2022. szeptember 9-11 között megrendezésre kerülő Jász Expo program és rendezvény együttes díszvendége. Kísérje sorsukat és életüket a jászok baráti jókívánsága. A 2022-es Jász Expo díszvendége Törökszent Miklós városa volt. A polgármester elmondta, sokat gondolkoztak azon, hogy mivel jelenjenek meg a kiállításon. Végül a kulturális, nagyvárosi rendezvényeik képeit, kiadványait, a helyi kézművesek, iparművészek termékeit, gyöngyfűzők, szövők, textílesek, kerámikusok alkotásait és az iparművészeti alapítványokat is bemutatták. A Lábasi János Ipar és Gyártörténeti Alapítvány. Lábasi Jánosról azt kell tudni, hogy 1848-ban alapította meg Törökszent Miklóson a település határában egy tanyán azt a kovács műhelyét, amiben ekéket kezdett el gyártani. Majd néhány év alatt ez a egyszemélyes kis kovács műhely egy kisebb manufaktúrává nőtte ki magát, majd ebből egy mezőgazdasági ekegyár lett, a Lábasi féle ekegyár. Lábasi Jánosnak a korában nagyon sok olyan újítása valósult meg az ekékben, tehát az ötletét bele tudta építeni az általa gyártott termékekbe, és ezáltal sokkal mélyebbre tudott szántani, vagy sokkal gyorsabban tudott szántani. Tulajdonképpen Lábasinak köszönhető az, hogy ma Törökszent Miklóson mezőgazdasági gépgyártás van. Törökszent Miklós Jász-Nagykun-Szolnok megye harmadik legnagyobb települése. Sajátos kulturális életéhez tartozik a kézművesek, a szalmafonók tevékenysége és gyönyörű munkáinak kiállítása. Jellegzetes alföldi város, ipari, agrár jellegű település, amelyet főként a kenyér és a takarmánygabona, valamint a gyümölcstermesztés, a szarvasmarha sertés és baromfi tenyésztés, a gabonafeldolgozás, a mezőgazdasági gépgyártás és javítás jellemez. A vezetés igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a város fejlődjön, bővüljön a foglalkoztatás és erős a gazdasági szféra. Én azt gondolom, hogy mi most azért vagyunk itt, hogy a jászságiaktól tanuljunk. Egyrészt megtanuljuk azt, hogy ami a Jász Expo létrehozása miként lehetséges, és évről évre miként lehet megszervezni, hiszen azt gondolom, hogy egy térség gazdasági erejét az egymásnak történő bemutatkozása is nagyon fontos, hogy a vállalkozók tudjanak egymásról. Ugye, amit a megnyitóban is nagyon sokan hangsúlyoztak, talán polgármester úr, illetve alelnök úr az összefogást, illetve amit polgármester úr mondott, az nagyon fontos gyakorlatilag azok a tulajdonságok, amikkel egyáltalán képesek itt a jászságban megmaradni a vállalkozások. És én azt gondolom, hogy a megye gazdasági eloszlását nézzük, és ugye 55-60%-ot a jászság képvisel a megye gazdasági erejében. A mi térségünk ebben csak 17%-os, ha jól tudom, tehát szerintem nekünk nagyon sok tanulnivalónk van jászságtól. Szeretettel várják és szívesen látják a jászságiakat is városukban. Jöjjenek Törökszent Miklósra, szeretettel várjuk őket az Alföld szívében. A Jászsági Menedzser Klub Egyesület ünnepi estjét tartották szeptember 9-én a Szikra Galéria rendezvénytermében.
A reprezentatív eseményen adták át a sikeres vállalkozások vezetői számára létrehozott Phoenix díjat és a közösségért legtöbbet dolgozók elismeréseként a Honoris Maximus díjat. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Folytatódik Jászberényben az agyva meder kotrása. Felújították és felszentelték Jászapátin a temetői nagy keresztet. Rövid híreink következnek. Beszámoltunk róla, hogy augusztus elején megkezdődött Jászberényben a városi zagyva mederkotrása. A felgyülemlet, vízáramlást akadályozó iszap és növényzet eltávolítását és annak utómunkálatait várhatóan október végéig folytatják a szakemberek a JVV ZRT koordinációjával. 1200-1300 méter hosszban végzik a mederkotrást, illetve további 400 méteren gyérítik a növényzetet. Az agyva sétány kiépítése óta nem volt olyan jellegű és mértékű és nagyságrendű kotrás, mint amit most tervezünk megvalósítani. Ez csak azért lehet érdekes, mert ugye azóta már az agyva sétányon nőttek meg olyan fák, és vannak olyan problémák, amivel most nekünk meg kell küzdenünk, de minden problémát megpróbálunk áthárítani, megoldani, és valóban végigvinni ezt a projektet. A polgármester televíziónk stúdiójában elmondta, hogy a munkát az elkövetkező években rendszeresen szeretnék elvégezni. Tervezni mindenképpen kell, én szerintem külön döntéseket is szükséges majd hoznunk, de ahogy ígértem korábban, rendszeresebben kívánjuk ezt a témát a felszínen tartani, és azokat a lépéseket megtenni, amelyek segítségével nem okozunk olyan gondokat, mint korábban is, hogy olyan állapotban lesz az agyva, a belső agyva, amely valóban joggal érheti kritika. Tóddy Csaba és unokatestvére Urbán Péter több emlékművet felújítottak az elmúlt években. Idén nyáron a Jászapáti temetőben található nagy keresztről tisztították le a mohát, vakolták, festették le és vésték bele újra a latin feliratot. A Jászapáti Városüzemeltető Kft. És Karkus Kálmán ügyvezető vállalta a felújítás költségeit. Szeptember 11-én vasárnap a temetői búcsú alkalmával fel is szentelték a keresztet. A Jászsági Menedzser Klub Egyesület ünnepi estjét tartották szeptember 9-én a Szikra Galéria rendezvénytermében. A térség vezető gazdasági szereplői részvételével megrendezett reprezentatív eseményen adták át a sikeres vállalkozások vezetői számára létrehozott Phoenix díjat és a közösségért legtöbbet dolgozók elismeréseként a Honoris Maximus díjat. A Jászberényi Szikra Galéria rendezvénytermében gyűltek össze ebben az évben is a térség vezető vállalkozásainak képviselői, hogy a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elismeréseit, a Phoenix díjat és a Honoris Maximus díjat átadják az arra érdemeseknek. Köszönöm, hogy eljöttetek, elfogadtátok a meghívást. Úgy gondolom mindannyian, akik itt vagyunk a teremben, tudjuk, hogy egy olyan hagyomány részesei lehetünk ma este is, amelyet néhány évvel ezelőtt kezdtünk el. A Menedzser Klub elnöke kiemelte, hogy a közösségük az összefogás és az együttműködés erősítéséért dolgozik létrehozása óta. A Menedzser Klubnak az alapfilozófiája az összefogás, az, hogy gondolkodjunk közösen, az, hogy beszélgessünk egymással, az, hogy adjunk információt, hogy segítsünk egymásnak. Úgy vélem, hogy az elkövetkezendő időszaknak ez egy alapkérdése lesz, egy kulcskérdése lesz. Nagyon sok konfliktus helyzet állhat elő a hirtelen változásokból, abból, hogy eltérő érdekek jelennek meg. Na most, hogyha ebbe, vagy ezekben az érdekekben egymással csak vitatkozni fogunk, és nem tudunk egymással szót érteni, nem fogunk előre haladni. Az összefogást, a kapcsolatok erősítését mutatja az is, hogy nagyon sokan fogadták el a szervezők meghívását ebben az évben is. A résztvevőket Jászberény polgármestere köszöntötte. Nagyon örülök annak, hogy évről évre egyre többen vagyunk, ha jók az információ, most kifejezetten sokan vagyunk a mai este. Ez azt jelenti, hogy bármilyen nehézség is jön, képesek vagyunk összeülni, együtt gondolkozni, együtt egymást meghallgatni és magunkat jól érezni. A városvezető ez alkalommal is kiemelte, hogy Jászberény nagyon sokat köszönhet a településnek segítő, vele együttműködő helyi vállalkozásoknak. Kóródi Anikó operaénekes az Opera Nagykövete műsorát követően a közösségért, az egyesület működéséért áldozatkészen, önzetlenül dolgozók elismerése, a negyedik alkalommal odaítélt Honoris Maximus díj átadása következett. Az elismerés ebben az évben Fülöp Népaksi Katalint illette a klubtagok döntése alapján. Nagyon meglepődtem, és természetesen nagyon-nagyon megtisztelő volt számomra, hogy nekem ítélték ezt a díjat, főként azért is, mert először
nő kapta ezt a díjat. Én úgy érzem, hogy egy nagyon jó társaság, egy nagyon jó csapat a Menedzser Klub. Nagyon szeretek velük itt lenni, nagyon szeretek segíteni és szervezni programokat. Úgyhogy számomra nagyon-nagyon megtisztelő. A díjazott elmondta, hogy továbbra is szeretné segíteni a klub munkáját, dolgozni a közösség megőrzéséért. A Főnix díjat 2022-ben Fülöp Tibor, az 1991-ben alakult 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozás, a Metalplast Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője vehette át. Ezen díj odaítélésében nagy szerepet játszott egy név, egy név, amit úgy hívnak, hogy Metalplast, amire mi rendkívül büszkénk vagyunk. Ahogy azt István is elmondta, 30 éve édesapánk, szüleink megalapították, ezzel nekünk lehetőséget adtak testvéremnek és nekem, valamint párjainknak, hogy egy családi vállalkozás keretében megmutassuk azt, hogy a generációváltás igenis tud működni, igenis a fiatalok tudnak, akarnak és képesek megfelelni a mai kor elvárásainak. Sok ilyen menedzserre van szükségünk, és lesz a jövőben is, hiszen tudjuk, hogy nehéz világot élünk, és csak ilyen kiváló menedzserek tudják majd talpon tartani a cégüket. Gratulálok mindannyiuknak, Tibor barátom, neked különösen büszke vagyok rá, példát állítasz mindannyiunk számára. Isten értesen! A térség országgyűlési képviselője méltatta a díjazott vállalkozás tevékenységét, azt, hogy mindig képesek voltak a megújulásra, az újrakezdésre bármilyen nehézség is hátráltatta a cég tevékenységét. A díjazott rámutatott, hogy a megújulás, a reagáló képesség az egyik legfontosabb eleme a cég talpon maradásának. A gazdasági környezet folyamatosan változik. Az, hogy mi sikeresek tudunk maradni 2022-ben, és bízunk benne, hogy 2023-ban is tudjuk ezt folytatni, az egy folyamatosan változó, megújuló, dinamikus környezetben történő munkavégzés. Amire mi úgy gondoljuk, hogy felkészültünk, alkalmasak vagyunk rá, ezt tanultuk, ezt csináljuk, és várjuk az eljövendő kihívásokat. A díjazottaknak az elsők között gratulált Berkó Attila főispán. Bízom benne, hogy többször itt lehetek önökkel, és többször részesülhetek ebben az örömben, úgyhogy gratulálok mindenkinek, de elsősorban a díjazottaknak. A gratulációk után a térségi vállalkozások közösségének tagjai, az idei elismertek és a meghívott vendégek számára a fehér asztal mellett folytatódott az ünnepi est az alkalomhoz illő vacsorával és baráti beszélgetésekkel. 10 évvel ezelőtt a Jászberényi Sportegyesület mellett egy új klub alakult a Jászság fővárosában, nevezetesen a Jászberényi FC. Az egyesületben csak futballcsapatok kaptak helyet, sok utánpótlás korosztály mellett természetesen a felnőtt csapat. Szeptember 10-én egy egész napos program keretében ünnepelték 10 éves fennállásuk évfordulóját. Szeptember 10-én a Jászberényi Futballklub 10 éves fennállására rendezett program a Műfűves pályán kezdődött, ahol az utánpótlás korosztály tagjai a felnőtt csapat játékosaival gyakoroltak. Nagyon jó, hogy pont itt a gyerekekkel tudunk együtt lenni, legalább hogy ők is belelátnak, hogyha kérdeznek ugye nagyjából, hogy miről szól ez a futball majd hosszú távon. Nagyon jó, hogy össze tudták ezt hozni. A rendezvényre ellátogatott a Budapesti Honvéd régió vezetője is, annak okán, hogy a fővárosi klub futball akadémiájával szoros kapcsolatot tart a JFC. Egyrészt segítik az utánpótlás versenyeztetését, másrészt pedig a tehetséges fiatalok az akadémián képezhetik tovább magukat. Ami pedig a Honvéd és a Jászberény kapcsolatát illeti, az most Varga Krisztiánról szól. Ő egy 2009-es tehetség, aki egy nagyon nagy kalandba vágta a fejszét, mert már tavaly beköltözött az akadémiára, 13 évesként. Nagyon keményen dolgozik a hétköznapokban azért, hogy eljusson oda, amiről álmodik. Úgyhogy ő most a kis gyémántja az együttműködésünknek. Reméljük, hogy még fogtok hallani róla. A IFC-nek régi kapcsolata van a Kürver Magyarország szervezetével is, akik szintén jelen voltak az eseményen. Szeretnénk a gyerekeknek feldobni ilyen mini körveredzést tart, amely a Bolmosztérivel indul és játékkal végződik, amelyet még megspékelünk különböző játékos elemekkel. Szalma József gyakorlatait, mint látható, jó hangulatban és nagy kedvel hajtották végre az IFC ifjú focistái. A nagyobbik Műfűves focipálya sem maradt üresen szeptember 10-én, hiszen ott meghívásos kispályás labdarúgó torna zajlott.
ahol egy fővárosi csapat is részt vett. Én nagyon örülök neki, hogy le tudják hozni a futballt, a rendezvényt teljes szinte országszerte, és megtiszteltetés egy ilyen rendezvényen meghívottként is részt venni. Egy elég erős kerettel tudtunk eljönni. Természetesen sajnáljuk, hogy nem vagyunk többen, de próbáljuk jól érezni magunkat és mindent megtenni a sikerért. Végül a fővárosiak megnyerték a tornát, a Jászberényi Pótkerék pedig a harmadik helyen végzett. Délután 15 órától a labdarúgó stadionban folytatódott az ünnepi program, ahol a IFC elnöke köszöntötte a közönséget és méltatta a klub elmúlt 10 évét. Varga Zsolt, az MLS megyei igazgatója pedig elismeréssel szólt a klubról. Ezt követően a IFC korábbi edzőinek, valamint a jelenlegi vezetőknek, munkatársaknak egy-egy díszoklevéllel ismerték el áldozatos munkájukat. Az egyesület alapított egy IFC emlékérmet is, amelyet évenként adnak majd át a klubban végzett kiváló tevékenységért. Ezt az idén elsőként Tóth János kapta. Nagyon-nagyon jó érzés, az meg különösen, hogy a városban először én kaptam meg ezt az elismerést. Hát rengeteg erőfeszítés árán sikerült megvalósítani elképzelésünket, szuper csapataink voltak, tényleg nagyon jó szerepeltünk, ennyi múlt, hogy MB2-esek legyünk, de nem is az a lényeg, hanem a létesítmény szépen fejlődött, csodálatos éveket töltöttünk itt valóban. A születésnapi sporteseményeket a IFC öreg fiúk művész válogatott labdarúgó mérkőzés zárta. Mivel a zenészeink azok még erősen a szezonban vannak, így ők nem tudtak sajnos eljönni, ezért egy ilyen kis mix csapattal, de vannak nagyon jók NB1-es labdarúgóink, művészeink, színészeink. A hazai öreg fiúk csapatában természetesen több ismert korábbi jászberényi labdarúgó kapott helyet. Tegnap este pont egy bajnoki meccsen védtem Ausztriába, ami 20 órakor kezdett, és ugye 10 órakor ért véget. Utaztam utána 450 km-t, hogy ide érkezhessek erre a mérkőzésre. Nagyon örülök a meghívásnak, és hát remélem, hogy megfelelően illeszkedik ennek a napnak a keretébe. A foci meccset egykori kollégán kommentálta, aki örömmel fogadta el a felkérést. Ezt a pályát én imádom, az egész gyerekkoromat itt töltöttem, mondjuk főleg inkább a hátsó füvesen, mert ide ugye csak az ügyeseket engedték föl. Mi ott a B vonal ott a hátul fotballozgattunk, úgyhogy nagyon örültem, amikor most meghívtak, és azt mondták, hogy jöjjek, vezessem ezt a műsort itt. A művész válogatott meglepte a berényi publikumot, hiszen az első fél időben két alkalommal is mattolták Varga Zoltánt. Mindennek ellenére a szünetben a IFC elnöke elégedetten nyilatkozott a napi eseményekről. Többé-kevésbé sikeres, úgyhogy bízom benne, hogy a nap további részén sikeresen alakul, és remélem, hogy mindenki, aki itt volt, jól érezte magát, és azt gondolom, hogy maga a rendezvény pedig méltó arra, hogy megünnepelje a Jászberényi FC 10 éves fennállását. Az interjú miatt lemaradtunk a szépítő gólról, viszont Gulyás László nagyszerű egyenlítő fejes gólját sikerült megörökíteni. Mint ahogy Németh Gyula buktatását és az azt követő büntető rúgását is, ami a 3-2-es győzelmüket jelentette. A Jászberényi FC ünnepi sportnapja késő este Majka koncerttel fejeződött be az edzőpályán, ahol a nagy színpad már kora délután készen állt. Műsorunk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Pénteken délután megnyitott a kapuit a jászsági-gazdasági napok keretében a 11. Jász Expo és Vásár. A Jászsági Menedzser Klub Egyesület ünnepi estjén adták át a Főnix és a Honoris Maximus díjakat. Egésznapos program keretében ünnepelték a Jászberényi FC 10 éves évfordulóját. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalán. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.